Szép jó napot, Sipos Gyula vagyok, és ez a könyvnev felolvasás a negyedik alkalom, a négyből négy, ugye az ünnepi könyvhét alkalmából 4 napon keresztül felolvastunk négyféle részből. Most, hogy a Szentírás igazságáról, illetve az Istennel való kapcsolatukról, szóval kapcsolatban két könyv, az egyik az Istennel való egyesülés útja, élő szeretett láng szeminárium, felismerése életünkben, illetve az Isten és a golf, ahogy az időzítés művészete, ez egy kettős könyv, az első részét én írtam, a második részét pedig Orsvágh György barátom. Nagyon érdekes, nagyon jó könyv. Mind a kettő, kezdjük ezzel. Isten akaratának felismerés életünkben élő szeretetlánk szeminárium. Ugye ez egy 6 hetes szeminárium, aminek az előadásai fönn vannak a honlapunkon, illetve a YouTube csatornánkon, majd lehet, a linkjét fel is írom alá, hogyha nem felejtem el. És egyébként a jövő héten elkezdem a minden héthez, ugye minden napra van egy ilyen rövid kis emlékedésnek feladva egy szöveg, azokat beolvasni. Ha szeretettel ajánlom figyelmetekbe, aki szeretne kicsit közelebb kerülni Istenhez, ezt végigjárni, ezt az utat, az Istennel való egyesülés útja átadnak, ezt nagy-nagy szeretettel ajánlom. Most ebből gyorsan felolvasok egy részt. Egyrészt néhány sort a bevezetőből, amelyik így hangzik. Az Istennel való egyesülés útja a szerelmi történet. Úgy kezdődik, hogy titokzatos módon, talán magam sem értem hogyan, de megragadja szívem, életem, Isten valósága, és beleszeretek Istenbe, vagy egész pontosan Jézus Krisztusba, akiben és akivel megélhetem Isten mindent betöltő szeretetét. Lehet, hogy furcsának tűnik ez, főleg, ha egy férfi írja a napjainkban, amikor amúgy is mindent beleng a testi szabadosság megrontó levegője, de mégis ez az igazság. Isten szeretete felülmúl mindent, amit a test, a világ vagy a gonosz élet nyújtani tud. Aki ezt egyszer megtapasztalta, az sóváró utána vágyva vágyik Istennel lenni. És milyen csodálatos, hogy közben Isten is ugyanígy vágyakozik velünk lenni. Jézus még szenvedési előestén is azt mondta tanítványainak, vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvedek. Ezen az úton haladva Isten kerületünk középpontjába, ez azonban nem jelent rabságot, kisajátítást, vagy épp valami fajta megszállást, erőszakot, ami a gonosz élek sajátja, hanem épp ellenkezőleg. A Szentlélek átjárja belső világunkat, kisimítja személyiségünk torzulásait, gyógyítja lelkünk sebeit, eloldoz függőségektől, és elvezet a belső szabadság. Ez a tisztulás és az érlelődés útja. Megtanulunk együtt járni az Úrral, az ő gondolatait gondolni, szavait szólni, tetteit cselekedni. Egyre inkább képesek vagyunk szeretni, elfogadni, megérteni. Szeretve lenni és szeretni Isten szeretetével, milyen csodálatos dolog. Hát, hogy erről szól a dolog, és tudunk az életünk is. Hát ez az Istennel való szerelem, ez végén a megtérés, aki megért egy ilyen megtérést Isten, az az ért, hogy mit jelent ez, valamilyen módon beleszeretni Istenbe, ezt a fogalmat tudjuk használni, mert hát ez valamikor az egész lényünket megragadja Istennek a valósága. És akkor az első hétből egy rövid szöveg, tehát a 6-7-6 előadás. Ne gondoljuk azt, hogy az egyesülés útja a számunkra lehetetlen, mert mi kicsik vagyunk, fáradtak, türelmetlenek. Szóval pont olyanak vagyunk, mint mindenki más. Ahogy Erzsébet asszony leírja a lelki naplója legelső mondataiban, testének fáradtságát, lelkének szárazságát, életének terheltségét, abban mindannyian magunkra ismerhetünk. Jézus pedig pont ebben a lesújtott állapotban szólítja meg. És akkor innen jön az idézet, aminek az elejét felolvasom, aztán a többit nem, majd nyilván mindenki elolvashatja. Az Úr útja, amelyen vezet, nem szakad meg soha, csak mit érünk le róla? Életértem. Az özvegységgel járó sok gond, fárasztó munka felőrölte lelki összeszedettségemet, és így lassan eltávolított Istentől. Az állandó sok munka, a puszta létfenntartásért folytatott hosszas küzdelem homállyal borította el lelkemet. Annyira, hogy hitem szilárdságát támadta meg. A sok küzdelem elém állította a nagy kérdőjelet. Látod, mindig mondtam, minek neked a nagy család. És ami azelőtt szent volt előttem, és tartalmat adott életemnek, az most mind üres ostobaságnak tűnt fel előttem. Egyik munkahelyemről a másik után menesztettek. Ilyenkor még nagyobb lett a nyomor, és még nagyobb a kísértés. És akkor írja, és az is az a gonosz élek, hogy kísérti meg, hogy az egész hiába való, hagyd végre abba, míg a másik a gyerekei figyelmeztetek, hogy mama, mindjárt este van, menni kell a misére. És akkor hát így kezdődik, aztán Jézus megszólítja, hogy a szeretett láng lelki naplóban nagyon szépen követhetjük, hogy,
hogy mi történik, amikor Erzsébet asszony megszólítja az Isten, és akkor elindul ezen az úton. Azért is élő szeretetlánk szeminárium, mert sokat idézünk a lelkinaplóból, nem csak onnan, hanem a Szentírásból és más szentekből is. Tehát azt gondolom, ez mindannyiunknak alap kellene, hogy legyen, és egy fontos dolog, tehát még egyszer szeretettel ajánlom figyelmetekbe, ugye megrendelhető a honlapunkon keresztül, de kapható a könyvesboltokban is, és még egyszer mondom, az előadások fönt vannak a honlapunkon, ami részben ebből a könyvből van, részben meg más, tehát mindenképpen nagyon jó dolog. Könnyű olvasmány, nem nehéz, nincsenek benne nagy teológiai szakkifejezések, hanem egyszerűen és biztosan végigvezet minket ezen az úton. A másik az Isten akaratának felismerés életünkben. Ennek az első rész, ez egy inkább egy ilyen bevezető írás, megint könnyen olvasható önismeretről, Isten ismeretről. Másik pedig az Isten és a golf, vagy az időzítés művészete. Ez Ozsvány Györgynek a nagyon érdekes, olvasmányos könyve arról, hogy az Isten milyen módon vezetőd az életében, hogy belépett rengeteg tanúságtétele, nagyon érdekes, érdemes olvasni. Na most akkor a legelején gyorsan egy itt van. A bevezetőből egy rövid szöveg. Mi is a meghívottak közé tartozunk. Nagy ajándék ez, bár csak teljes mértékben megértenénk. Isten hív, hogy gyermekei legyünk, és egészen nekünk ajándékozza önmagát, ahogy a legjobb apa teszi a gyerekeivel. A legjobb üzlet Istennel szövetségben lenni. Ő éli az én életemet, én pedig az övét. Isten éli az életemet, velem örül, velem sír és segít. Ez a csodák világa, és nem kér más, mint hogy én is éljem az ő életét, azaz határolódjam el a bűntől, és éljek vele az ő országában. Ez az Isten által kezdeményezett örök pecséttel megkövetett új szövetség lenyűgöz engem. Már ha meghallom hívását, megértem és meg is valósítom életemben. Jézus egy példabeszédével mesél a királyról, aki fiának menyegzős lakomát készít, de a meghívottak nem jönnek el. Aztán akik jönnek, azok között is akad, aki nincs menyegzős ruha, így nem vett részt a lakomán. Ezért olyan fontos, hogy értsük önmagunkat, értsük Istent, és legalább homályosan lássuk magunk előtt az utat, amin járunk. Csodálatos élet ez, amikor értjük az életünket, és legalább nagyjából a helyünkön vagyunk. Nem abban az értelemben, hogy minden nagyszerű és semmi rossz nem történhet velünk és körülöttünk, az élet nem válik vég nélkül nyaralássá. De abban az értelemben mindenképp, hogy nem csak hányódunk az életben, lesznek céljaink, törekvéseink, és értelmes életet életünk, megtapasztalva Isten segítségét az életünkben. Tehát az önismeretről, Isten ismeretről, Isten akaratának felismeréséről szól, és akkor itt van egy rövid rész, hogy nagyon sok minden a képzeletünk felhasználásáról, az önvizsgálatról, a jövőképünkről, a víziónkról, arról mit jelent az, hogy állj középre, mit jelent a kísértés, mi a megpróbáltatás, és hogyan különböztethetjük meg ezeket. Egy rövid részlet a képzeletünk felhasználásából. Van-e valami elképzelésünk, víziónk arról, hogy mit szeretnénk csinálni, mi a tervünk az életben, vagy csak sodródunk a napok hordalékával? Isten sokféle módon szól hozzánk, hogy segítsen, tanácsoljon minket otthonkon. Ennek egyik formája a belső világunk, fantáziánk és képzeletünk megtermékenyítése. Isten komolyan segítette Ábrahám képzeletét, amikor azt mondta neki, hogy nézzen fel az égre, mert annyi utóda lesz a földön, ahány csillag az égen. Nem ez volt az első eset, hiszen arra is ő biztatta fel, hogy hagyja el városát, rokonságát, biztonságát, és induljon el, mert ő egy tejjel mézzel folyó Kánaánt adja neki. Vajon, ha mi felnézünk az égre, nekünk mit sugall az Isten, milyen országot látunk magunk előtt a képzeletünkben? Isten mély bizonyosságot akart Ábrahám szívében elültetni a képzeletén keresztül is, a hit és bizalom bizonyosságát. Olyan erős hitelt, hogy Ábrahám még a legsötétebb időkben se lalkodjon el, ne kételkedjen, ne adja fel küldetését, amit ő bízott rá, és akart rajta keresztül megvalósítani. Példa ő nekünk. Természetesen nem akarunk Ábrahámhoz hasonlítani magunkat, de abban mégis hiszek, hogy Isten a mi képzeletünkben is fel tudja rajzolni, milyen országot szeretné itt a Kárpát-medencében. Víziót ad és akaraterőt a megvalósításhoz, célokat ad és a kibontakozás lehetőségét. Szükségünk is van az ő bátorságára és erejére, hiszen Isten tervei mindig felülmúlják az emberi erőt. Még 10 éves koromban a kereszténységről mit sem tudva írtam fel szobánk falára jelmondatnak,
Csak a lehetetlen dolgokért érdemes küzdeni, ami nem lehetetlen, az valahol nevetséges. Akkor ez nem volt több kamaszos hevülésnél, de még most is igaznak érzem, hozzátéve Jézus szavait, minden lehetséges annak, aki hisz. Jó, tehát mit lehet, mit jelent az növekedni az önismeretben, mit jelent előre haladni, és utána ez a Gyurinak ez a szép összeállítása, Isten és a golfhoz, az időzítés művészete, tele van tanúságtételekkel, tele van arról, hogy hogyan segít Isten a mi életünkben, rövid történetek arról, hogy milyen számtalan módon tapasztalhatjuk meg Isten segítségét és jeleit. Tehát mind a kettőt nagy szeretettel ajánlom, olvassátok, haladjunk előre, hogy ne a mennyországba döbbenjünk rá arra, hogy mennyi mindent kihagytunk és elfelejtettünk azért, mert túlságosan szétszóródtunk, és elfelejtettük, hogy egy a legfontosabb, és hogy Istenben mindent megkapunk, és Isten segít nekünk, hogy azt az életet élhessük, ami leginkább a mi személyiségünk közillik, leginkább kibontakoztatja a tehetségünket, és legtöbb mindent megvalósít abból a vízióból, vagy álomból, vagy elképzelésből, amit Isten gondolt el rólunk, és ami a legfőbb jó. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Ne felejtsétek el, a könyveink listája is ott van lent. A honlapunkon szeretetföldje.hu meg tudjátok nézni a könyveket. Könyvesboltok, ezek egy része kapható, másik része az csak nálunk, vagy ha elmegyünk missziós alkalomra, vagy ha eljöttök Török Bálintra, a közösségi alkalmainkra, ott is megvásárolható. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, Isten áldjon benneteket, dicsértessék a Jézus Krisztus.